Az Ez itt a kérdés mai adásában Benyovszky Móriczot, a nagy világutazó felfedezőt és a személyéhez kapcsolódó Benyovszky emlékév eddigi eredményeit és további terveit mutatjuk be. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, G. Németh Györgyöt, a Benyovszky Társaság és a Benyovszky emlékév elnökét, dr. Szabó Csabát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, és Nagy Tibor Magnusz zeneszerzőt. Önök az Ez itt a kérdés szerda esti adását látják szeptember 29-én. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok, és kezdésként nézzük meg egy rövid filmben, hogy ki is volt Benyovszky Móricz. Benyovszky Móricz a Nyitra megyei Verbón született 1741-ben. Szülei Benyovszky Sámuel katonatiszt és Révai Róza bárónő. A katonai pályára lépő ifjú rokonaival tetlegességig fajuló örökösödési vitába kerül, ezért Mária Terézia kegyeit elveszítve lengyel rokonaihoz menekül és csatlakozik az orosz befolyás ellen küzdő lengyel szabadságharchoz. 1769-ben az oroszok elfogják és Kamcsatkára hurcolják, ahonnan fogolytársaival a Péter és Pál nevű hajón megszökik. A menekülők a csendes óceán északi részén több szigetet is érintenek, majd Japán és Formóza a mai Tajvan érintésével Makaóba vitorláznak. Innen Benyovszky egy francia hajó fedélzetén, Île-de-France, a mai Mauritius, majd Madagaszkár délkeleti partvidékének érintésével Párizsba érkezik, ahol 15. Lajos támogatja madagaszkári gyarmatalapítási terveit. A magyar parancsnok és csapata 1774-ben partra száll a szigeten, de vállalkozása két évvel később elbukik. Ezután, mint a keleti és északi törzsek megválasztott fejedelme, Európában, majd kétszer Amerikában próbálkozik, hogy pártfogókat találjon egy újabb madagaszkári expedícióhoz. Végül, 9 évvel később, gazdag baltimóri kereskedők segítségével, mint független uralkodó tér vissza Madagaszkárra, de ezt a franciák nem nézték jó szemmel. Ártalmatlanítására egy csapatot küldtek, mely 1786-ban kioltotta a magyar parancsnok életét. Sírja sokáig megvolt, de mára elnyelte a trópusi esőerdő. Egy magyar világutazó, aki a 18. században gyakorlatilag Ausztrália és az Antarktisz kivételével minden földrészt érintett, és mégis keveset tudunk róla, bár 13 éves koromban, amikor a Vivát Benyovszky című filmsorozat ment, akkor szerintem Magyarországon mindenki ismerte Benyovszky Móricz grófnak a nevét. Miután egy csatorna volt, ugye más nem tudtuk nézni, de hát valószínűleg a filmnek is nyilván a sikere az hozzájárult. Meg kell, hogy mondjam, hogy az a hatás, ez még máig is él, tehát nagyon sokan emlékeznek rá, és én, mint a társaság elnöke, minden év elején mindenkori televízió elnöknek írok egy levelet, hogy érdemes lenne ezt betenni műsorba, máltasó jogdíja sincs már, meg is teszi ezt a kérésemet, teljesítés általában ilyen évfél körüli időpontokban, tehát most itt az ideje, hogy elővegyük, és megnézhessük esetleg láthatóbb, nézhető időpontban. Egyébként valóban ő egy világutazó volt, de hát azért őt úgy apostrofáljuk, mint egy kitűnő hajóst. Képzeljük el, hogy Közép-Európában él egy ember, aki magyar, akkor ugye igazából gyerekkorában tengert sem látott. Ráadásul a hegyek között született, tehát aztán tengervékén nem volt. És a világ egyik leghíresebb, de mindenképpen a magyaroknak az egyik, hanem a leghíresebb hajós lett, ugyanakkor kiváló katona, és egy nagyon érdekes összetett személyiség. Az idei Benyovszky emlékét pont az egyik legfontosabb feladata, hogy próbáljunk egy valós képet kialakítani róla, mert annyiféle legenda szövődik az ő alakjákhoz, mindenféle mendemonda, és ebben épp úgy történészek is ludasak, mint talán ő maga is, mert ő maga is terjesztett magáról néhány olyan tényt, amiről kiderült, hogy nem egészen úgy volt. Hát még a saját születési dátumát is többféleképpen írta le. Igen, hát most örömmel jelenthetem itt a kedves nézőknek, hogy ma már, tehát elmondhatjuk, kijelenthetjük,
és ez magyar kutatási eredmény, hogy 1741-ben született, szeptember 20-án. A másik, ami biztos, tehát és vitát nem érdemes nézni róla, az, hogy magyar volt. Tehát ennek ellenére, hogy akkor a nemzetiségi tudat, meg egyáltalán a nemzet tudat az egészen másképpen nézett ki azért 250 évvel ezelőtt, mint a mai időkben, de ő azért büszke volt arra, hogy magyar volt. Ennek ellenére a lengyelek, a szlovákok, mások is magukinak tekintik, mert azt mondjuk tegyik, de azért tudják azt is, mi mindenképpen hozzáteszünk, hogy ő magyar volt. Mennyire gazdag, főigazgató úr, az a levéltári anyag, amely Benyovszkiról szól. Tehát ráadásul mivel bejárta a világot gyakorlatilag Franciaországtól, Oroszországon, Lengyelországon, a mostani Szlovákián, az egykori Csehszlovákián, Magyarországon, és az Egyesült Államokban is van róla levéltári anyag. Hát először a magyarországit mondanám, tehát a magyarországos levéltárban van a Benyovszki családnak a levéltára, ez fennmaradt. Ebben nem csak Benyovszki Móricra, hanem a család többi tagjára és a család más ágaira vonatkozó iratokat is találhatunk. Ezeket egyébként a magyar történész társadalmi javarészt ismerte. Ami új, és itt elnök úrral, amikor mi elkezdtünk beszélgetni, akkor jött egy ötlet, egyébként az ötlet azonnal jött, hogy az orosz levéltári kollégákkal nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a második világháború kapcsán Oroszországba költ hadifoglyoknak a katonák átvételével kapcsolatban, és akkor hát gondoltam, hogy nem csak 20. századi kötődéseink vannak, elnök úr elmondta azt, hogy a kamcsatkai vonatkozásait jószerével az életének nem is ismerjük Benyovszkinak, tehát fehér folt, és ezért úgy gondoltam, hogy írok egy levelet az orosz levételi vezetőnek, hogy nézzék már meg, legyenek olyan kedvesek, hogy Oroszországban milyen levételi forrásokat lehetne, különös tekintettel ugye a kamcsatkai ténykedésére Benyovszkinak előásni. Egyébként nagyon érdekes, hogyha egy picit kibeszélek a levételi forrásokból, hogy ő nem egyből Kamcsatkára került, ez is egy 20 éves fiatal emberről van szó, akit amikor elfognak a konfederációs hadseregbe, akkor ezt ők Kazanyba viszik. És Kazanyból megszökik a nagy orosz birodalomba, tehát ez több száz kilométerek vannak, és elsétál Szentpétervárig, úgyhogy nem kapják el, Szentpéterváron fogják el egyébként, és akkor mondják, hű, hát akkor ezt a fickót ezt kicsit távolabb kell küldeni, mert hogyha ez Kazanyból elsétál Szentpétervárig, akkor ez bármire képes. Elküldik Kamcsatkába, ami a birodalomnak a legtávolabbi csücske tulajdonképpen, de valóban mindenre képes, mert onnan mennyi is megszökött. Egy évig tartott, hogy szánnal javarész gyalog, 1769. novemberében indították útnak, és egy évig tartott, amire Kamcsatkába érkeztek a hadifoglyok, vagy erre foglyok, bocsánat. Hihetetlen. És folytatva a levételi történetet, de nem túlbeszélve, tehát én is meglepődtem, mert egy 2-3 hét alatt az orosz kollégák közel 300 oldalnyi dokumentumot küldtek, és olyanokat, amiket tátottuk a szánkat, tehát azt a kiáltványt, amit tudtunk, hogy Benyovszki írt egy kiáltványt Kamcsatkán, amivel föllázította a kamcsatkai hadifoglyokat, vagy foglyokat, ezt a kiáltványt is elküldték például, nagyon sok dokumentumot, ami a kamcsatkai fogoly életről szól, magáról annak a vizsgálatnak az eredményét, amit Kamcsatká lefolytattak utána, hogy tudtak elkötni hajókat, hogy tudtak egyáltalán elindulni. Maga a kormányzó is egyébként megszökött velük, mert valószínűleg érezte azt, hogy hát ha ott maradna, akkor utána a cári önkény az megtorolná azt, hogy egy felkelés, egy zendülés történt. Úgyhogy, és ez volt az első siker, ez a 300, közel 300 oldalnyi dokumentum, utána mondhatom azt elnök úr, hogy vérszemet kaptunk, mert elnök urat egyből beavattam a terveimbe, hogy akkor, hát akkor írok a francia főigazgatónak is, megírok az amerikai, a NARA-nak a főlevéltárosának, megírok a az osztrák kollégáknak is, és hát mindösszesen körülbelül 1000 oldalnyi dokumentum jött össze, máig, és ez még bővülni fog egyébként, mert kiderült, hogy Franciaországban a tengerészet, illetve egy gyarmatügyi minisztériumnak a volt levéltárában hihetetlen mennyiségű irat van még mindig Benyovszkira nézve. Na most ezek után nagyon izgalmas, mert nem, coming out-oljunk. Ugye arról volt szó, hogy nehogy elmondjuk véletlenül, és kiejtsük azt a szót, hogy kalandor. Tehát ezek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy valóban nem kalandor volt, hiszen gyakorlatilag ő
kivéve a felkelést, de onnantól kezdve valamilyen szinten küldetéseket hajtott végre a franciáknak, az Egyesült Államokban a szenátus jóváhagyásával és $1000 díjazással indult el például egy lengyel tábornok megsegítésére, ott az Egyesült Államokban, tehát ő egy hivatalos személyiség volt, egy elismert, gyakorlatilag világszerte ismert fazon, aki mindenkinek hasznot hajtott, aki kapcsolatba került. Bocsánat, ha még egy szót megengednek, hogy és nem akárkikkel találkozott. Persze. Tehát, hogyha a 18. század végét nézzük, a 18. század második fejét, akkor az bejáratos volt a Mária Terézia udvarától elkezdve, 15. Lajos udvarába, tehát a királlyal való találkozásig, de Benjamin Franklintől elkezdve George Washington keresztül, sőt Benjamin Franklin barátjának tekintette, amíg az expedícióját, Madagaszkár, az amerikai expedícióját, és ott a ugye, halála is ott érte Benyoszki Múlicot, addig a családja a Benjamin Franklinnek a villájában. És egy nagyhatalmi összeütközésnek lett az áldozata, hiszen itt gyakorlatilag Franciaország és az Egyesült Államok érdekei ütköztek ugye Madagaszkáron. Bizonyos értelemben. Bizonyos értelemben, igen. Meg hát akkor már amerikai támogatással volt, amikor de az a bizonyos. Pénzügyi támogatás volt elsősorban, tehát politikai támogatást nem kapott, tehát pénzügyi körök, egy philadelphiai vállalkozó látott ebbe fantáziát, hogy na akkor nézzük meg, legyen ott egy kereskedelmi kirendeltségünk. Egyébként a kolonializmus, vagy kolonizációnak az első lépése, ugye a pénzügyi köröknek a megtelepedése. Visszatérve, amit említettél, hogy ugye ez a kalandorság, adventure, tehát így hívják, az úgy lefordítva, valóban ez kalandort jelent, nem lehet nagyon másképp ezt lefordítani, de más jelentett a 18. században, meg talán még a 19. században is ez a szó. Szóval ma itt egy kis pejoratív ez a dolog. Ezért melyik felfedező nem volt kalandor? Igen. Világpolgár. Valami ilyesmitnek lehetne őt mondani. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy az amerikai történet nagyon érdekes, mert ezt most kezdjük kibontani. Tehát azt, hogy egy magyar ember a 18. századról része az amerikai történelemnek, hiszen az ő javaslatát George Washington segítségével és mások segítségével megfogalmazták, és bevitték az amerikai parlamentbe. Tehát, hogy szerepel a jegyzőkönyvekben, persze. Ez is egy érdekes lesz, majd ezeket megkapjuk. Igen. És hát ilyen formán úgy gondolom, hogy az amerikai is valahol büszkék kell, hogy legyenek a mi magyar Benyoszkinkra. Ezért tervezzük, hogy jövő tavasztal már szerveződik az út. Mindenféleképpen New Yorkban szeretnénk egy nagyobb Benyoszki hetet tartani, ahol nem csak a magyaroknak, hanem egyáltalán az amerikai embereknek egy kicsit közelebb hozzuk Benyoszki Moritzot. Zeneszerzőnek, Tibor, mi az izgalmas? Mert azt, ha megnézzük, már 1800-ban született egy opera, egy francia szerző tollából, amit Magyarországon még soha nem adtak elő, tehát gyakorlatilag a halála után néhány évvel már legendává vált. Igazából a történet ott kezdődik, hogy a Benyoszki Társaság elnöke Génémet György barátom kért fel a musical megírására Pozsgai Zsolt drámaíróval és Bradányi Iván versíróval egyetembe. Az igazság az, hogy részemre átadott egy Jókai kötetet, ez volt a gróf Benyoszki életrajza. Ez olyan inspirációt adott számomra, hogy tulajdonképpen felizította az alkotói fantáziámat, és ez a szerintem kitűnő mű, ez jó táptalaj volt, hogy megalkossam ezt a művet. El szeretném mondani, hogy tulajdonképpen nekünk alkotóknak, szerzőtársaimmal együtt az volt a célunk, hogy ezzel a musicallel tisztelegjünk egyrészt a világpolgár, a 18. század egyik legkitűnőbb magyar utazója, és egy utazója előtt, és egyben a író, a nagy magyar író előtt is. A zenével kapcsolatban azért mindenképpen el szeretném mondani, hogy én a dallam primátusában
hiszek. Ennek következtében Benyovszkinak a személyisége, hazaszeretete, magyarsága, szabadság szeretete, hősiessége, humanizmusa az nagyívű, szimfonikus megszólalású dallamok megírására inspirált, de ugyanakkor a mai kor zenei követelményének megfelelően ezt ki kellett egészítenem a szimfonikus nagyzenekari hangzást, az élő szimfonikus nagyzenekari hangzást egy öttagú rock együttes és egy big band zenekar hozzájátszásával. Hát azért, ha megnézzük az eddigi életpályádat, akkor ez magától adódik, ugye a száguldás Porsche szerelem zenéjének a szerzőjével szemben ülünk, és lehetne még emlegetni a No Miss, azt nem, Halványkékszerűen, stb. Komár Laci, Cserháti Zsuzsi, Máté Péter, Charlie énekelték a zenéidet. Romantikus darab lesz? Feltétlenül. Egyrészt romantikus, ahogy mondtam, másrészt nem megtagadva önmagamat, nagyon dallamgazdag, ahogy mondtam, a dallam primátusában hiszek, ez talán mondhatom már így ennyi év után, hogy ez az ars poetikám, de ugyanakkor ez a rendkívüli életút, amit Benyovszki produkált, nevezetesen, hogy 4 világrész utazója és hajósa volt, ez kitűnő lehetőséget adott számomra, hogy ezen népek zenéjét is belehelyezzem a műbe. Így többek között a kamcsatkai fogságában orosz táncot hallunk, Formóza szigeti látogatásán kínai autentikus hangszerek megszólalásával, megszólaltatásával kínai zenét, a bécsi udvarban Mária Teréziánál a magyar sorskeringőt, ami egy hamisítatlan keringő, és utoljára, de nem utolsó sorban, mindenképpen el kell mondani, hogy ugyan a malgaszok királyuknak nevezték, mi tudjuk, hogy valójában fejedelemnek vagy vezérüknek választották, olyan autentikus malgaszi hangszerek. Közvetlenül beszélünk majd, tehát megszólal a rendező is. De ha már a romantikáról beszéltünk, igen. Egyetlen egy kérdés, a Vivát Benyovszkinak zseniális volt a főcímzenéje, visszaköszön? Nem, természetesen nem köszönhet jó, vissza. Jó, akkor viszont idézzünk föl, már az elején beszéltünk ugye a Vivát Benyovszkiról, úgyhogy innen folytatjuk majd a beszélgetést, de nézzünk bele abba a filmbe, ami 1975-ben készült, a címe Vivát Benyovszki volt, és szerintem egy egész ország, de nem csak az egész ország, mert csehszlovák-magyar koprodukciós film volt, úgyhogy az egész Csehszlovákia is ezt nézte, sőt az egész Közép-Európa a béketábor. Nézzük csak! Hiavi vagyok, a sziget keleti részének és a Szambarivek népének királya. Mellettem állnak Amaroa vezér és Mumere helytartó. Üdvözöllek, Hiavi király! Én őfelsége a francia király főkormányzója vagyok. A nevem Gróf Benyovszki, Benyovszki Móricz. Üdvözöllek, Kimori! Valódi neved hosszú és idegenül hangzik. Ezért illetlek én azzal a névvel, hogy Kimori. Látom, aki melletted áll, mosolyog ezen. Rosszul teszi. Kimori a mi nyelvünkön annyit jelent az, aki békével jött. Bízom benne, hogy valóban békével jöttél. Békével és barátsággal. Ez természetes. Ez nem természetes, Kimori. Erre a szigetre már sokféle ember érkezett.
mézes szóval a szájukon, de álnoksággal a szívükben. Népem és én tehát gyanakvóak lettünk. Ezt meg kell értened, Kimori. Hogy te békével jöttél, bizonyítanod is kell. Bebizonyítom. Megnyitom előtted az erőd kapuját. Légy a vendégem, hogy én is igazi vendéged lehessek a szigeten, Hiavi. Rajtad áll, hogy egyedül jössz-e, vagy egész seregeddel. Akárhogyan is döntesz, amíg nálunk vagy, ez a kapu nyitva marad. József Adamovics és Juhász Jelcint sajnos már egyik sincs velünk. Zseniális színész volt mindkettő. De ha már szóba jött Jókai, Tibor szóba hozta Jókait, akkor maradjunk is itt egy picit, mert ugye a Benyovszky emlékiratokat Jókai fordította le francia nyelvről, és ennek keretében Gyurit, itt terveztek is egy Jókai szimpóziumot. Miről lesz itt szó? November 22-én egy olyan irodalmi szimpóziumot tervezünk, ahol magyarországi kutatók, akik Jókait jól ismerik, feldolgozták ezt a témát. Kevesen tudják a kedves nézők közül talán, hogy Jókai Móra nevét Benyovszky Móra után kapta. Az ő szülei, ugye, és Jókai szülei, ezek nagy Benyovszky rajongók voltak, ugye itt az 1800-as években vagyunk. És pedig akkor... komáromiak voltak. Igen. És amikor az elmondások szerint, fejezések szerint Jókai 8-10 éves lehetett, és az írói oroszlán körbeit már azért lehetett tudni, hogy ő belőle egy nagy író lesz, és akkor el is mondta kiskorában, hogy ha én majd nagy leszek és nagy író leszek, megírom a Benyovszky történetet, és a 100 kötetes Benyovszky életműből 4 kötet foglalkozik ezzel, és ami nagyon érdekes, hogy ugye hát Jókainak fantasztikus fantáziája volt, és iszonyatos szókincse, talán ez egyik leggazdagabb a magyar irodalomban, és hát ezen a nyelven fogalmazta meg ezt a történetet, és úgy, hogy nem csak a fantázia van ebben nyilván, hanem szociográfiai alapossággal a kor levéltárait, könyvtárait bejárta, és iratokat kért postán, és ezeket beépítette ebbe a műbe. Tehát azért tekintjük ezt tulajdonképpen irányadónak, amit Jókai írt 1886-ban megjelent köteteiben, azokban az években megjelent köteteiben, mert hogy tulajdonképpen, bár nem ő volt az első, aki magyarul erről írt, mert sokan írtak már ötte, tehát 3-4-en, és azt követően pedig legalább 15-en magyarul, a világ különböző nyelvén, kb. 30 nyelvre fordították le ezt a történetet, de azért Jókaira büszkék lehetünk, hogy, és ezért is a musicalnek az alapszövegkönyvét, amit Pozsgai és Zsolt írt, ez Jókaira alapozta. Csaba, hozzátartozik a romantikus történethez, hogy tulajdonképpen Benyovszky Mór hogy Benyovszky Móricz, már a Jókai Mórnátod, már is beégett, Benyovszky Móricz tulajdonképpen azért vesztette el a királynő, császárnő kegyeit, mert hogy egy családi perpatvarba keveredett, aztán ugyanez a Mária Terézia később grófi címmel ismerte el az ő erényeit, de mi volt ez a családi perpatvar? Mi történt a Benyovszky családban, ami miatt ilyen döbbenetes eredmény szület, aminek egyébként köszönhetjük, mert valószínűleg akkor egy birtokon öregedett volna meg, és számos gyerekét nevelgette volna, így is 4 gyermeke született Benyovszky Móricznak, de hát ez mégiscsak ez a perpatvar adta a lehetőségét, hogy egy magyar világutazó megszülessen. Hát a vagyon, tulajdonképpen a birtok. Benyovszky nem élt Magyarországon akkor, amikor az édesapja meghalt, ekkor éppen Litvániában élt. Azért mondjuk el, hogy lovassági tábornok volt az édesapja. Így van. Tehát nem egyszerű katonatiszt volt. Az édesapja pedig báronő volt. Tehát Litvániába élt Benyovszky akkor, amikor az édesapja elhunyt, és hát nyilván megjelent otthon a vagyonnak az örökösödésén, hogy szétosztják a Benyovszky vagyont, és hát amikor megjelent, addigra már a rokonok előnybe voltak, és tulajdonképpen kitúrták a vagyomból. De hogyan? Vannak erről levéltári adatok? Mert nyilván próbálták ezt peresíteni? Később. Hát ez volt a probléma egyébként, hogy nem jogi úton akarta a Benyovszky az elégtényt venni, hanem erőből. Tehát ez a filmben ez egy valós jelenet, hogy ott felbérelt néhány parasztot, és megrohamozta a verbúi Benyovszky uradalmat. És hát ez az, ami a királynőnél a kegyvesztést jelentette tulajdonképpen, hogy nem a jogi utat választotta, hanem egy hatalmaskodást követett el. Tehát nem is vizsgálták azt, hogy igaza lehetette Benyovszkynak, ezt a királynő se vizsgálta.
vizsgálta, és lehet, hogy azért is ismeri, nem csak azért, mert hogy ismert ember lett Benyovszky néhány évtized múlva, hanem lehet, hogy ez a, persze én ezt most csak megkockáztatom, hogyha a Mária Teréziának volt lelkiismerete, akkor esetleg azon is elgondolkozhatott, hogy hát annak idején nem néztünk mi utána, hogy kinek volt igaza ebben az ügyben. És, tehát kárpótlás volt? Igen. Ez restitúciós? Igen. Restitúciós kárpótlás volt? Tehát kapott hozzá földbirtokot is? Az anyjának csak bárói címe volt, tulajdonképpen egy grófi címet, egy magasabb, egy arisztokrata címmel jutalmazta. Az akkor már egyébként világon elismert Benyovszky Móriczot, az uralkodó nő. Hogy jelenik majd meg ez a családi perpatvar a zenében? Nálunk nem. Nem? Nem. Hát ez a legizgalmasabb, lehet benne ostrom. Hát ostrom lesz, amikor megszökik, nem. Pozsgai Zsolt drámaíró a librettójában a művet a kamcsatkai fogolytáborral indítja. Nagyon helyesen, mert olyan hosszú addig az életút, ugye elmondhatjuk, hogy Lengyelországból a idézőjelbe vett lengyel szabadságharc, a nemeseknek a lázadása, a Katalin cárnő által vezetett oroszok ellen, a hősiesen részt vett a csatába, és hadifogolyként, azt már voltál szíves elmondani, hogy elfogták, és előbb Kazanba, onnan Szentpétervárra, majd Kamcsatkára került. Hát ezeket nem, egyszerűen nem lehetett volna összefogni. Hát egyébként valóban Kamcsatka tűnik a legdrámaibb résznek, és így a leginkább van, romantikusan megfogható. Igen, ez olyan Deus Ex Machina, tehát igazából így indítja a Zsolt, szerintem nagyon helyesen. De vannak drámai jelenetek, hát többek között a Nilov, a kamcsatkai kormányzónak a megnemölése, aki miután megszervezi a lázadást Benyovszky maga mellé állítva a foglyoknak a nemesi nagy részét, minden kamcsatkai számvizet aláírta a kiáltványt, egy kivételével egyébként. Igen, tehát akkor mindenkit maga mellé állított. Igen, akkor mindenkit maga mellé állított, igen, de ő nem volt hajlandó fegyvert fogni a Nilovra, a kamcsatkai kormányzója, hanem az egyik társa az, aki leszúrja. Tehát azért ilyenek lesznek a musicalben, ilyen drámai jelenetek, és természetesen ennek megfelelő zenei aláfestés is. Az egyébként, hogy azt a kiáltványt használták a későbbi orosz forradalmakban is? Abszolút. Tehát alapja volt különböző kiáltványoknak? Tehát olyan határozott és, most nem találok jobb szót, agresszív szövege van a kiáltványnak, amit később a Pugacsov meg a dekadista felkelésben is felhasználtak. Tehát ez volt Oroszország első forradalmi kiáltványa, mondhatjuk így, ami végtelen szabadságszeretetről szól, és hát nem véletlen, hogy ezek a későbbi felkelések is ezt felhasználtak. De akkor kiváló kommunikátor is volt. Abszolút, hát különben nem tudott volna sikeres lenni szerintem. Valószínűleg egyébként, tehát érted, nem véletlen, hogy a musicalnek is az a címe, hogy Benyovszky a szabadság szerelmese. Miközben ugye azért az életében előfordultak szerelmek, bár Jókai regényéből is azt tudjuk, hogy ki volt beleszerelmes, hogy ő kibe volt, azt nem igen tudjuk, hiszen felesége volt. Hát a felesége. Igen. Hát de viszont ez nem érdekelte. Őt igazából a szabadság érdekelte, tehát minden formában is, minden területen, és hát ő ezért élt. De ez megint csak olyan romantikusnak tűnő dolog, mert ráadásul arra a korszakra igazán jellemző volt. Tehát az a korszak az, amikor a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata megszületik, és aztán 1789-ben ugye a francia forradalomban testet is ölt. Tehát akkor számíthatjuk Benyovszkyt azok közé a gondolkodók, vagy tevékenykedők közé, forradalmárok közé, akik valamilyen szinten ennek egyfajta ideológiai alapját teremtették meg. Sőt, és ott volt Franciaországban, hogy megelőzte őket a korát is, mert ez egy Katalin cárnőnek az önkény uralma
alatt történik a kamcsatkai számüzetés. Magyarországon, vagy a Magyar Királyság az szintén egy Habsburg uralkodó. Milyen érdekes, hogy a Kelet-Európa két legmeghatározóbb uralkodója akkor éppen két nő, Mária Terézia és Katalin Czerné. Igen. És hát tulajdonképpen, amikor 15. Lajosnak a szolgálatába szegődik, ott is egy oligarchával, egy uralkodóval kerül kapcsolatba. Ugyanakkor végtelen szabadság szeretete van, szerintem magának a madagaszkári tevékenységét is ez határozza meg, azért tudott sikeres, és egy kicsit más lenni, mint az a gyarmatosítás, amit a francia külügy, meg a gyarmatügyi politika képviselt. Az erőből való gyarmatosítás, hogy itt a filmben szerintem jól visszaadja a film egyébként a 75-ös cseh magyar koprodukció, hogy nem gyöngyel, igaz gyöngyel és vérrel, fegyverrel gyarmatosít, hanem szép szóval. És ez a végtelen szabadság szeretet valóban az, hogy hát a francia forradalom csak 1789-ben, tehát meg se írja a francia forradalmat, de 1880-ban meghal, de az eszmély, amiket már Kamcsatkával megfogalmaz 1771-72-ben, az beérik 89-re. Azért ne felejtsük el a lengyelországi tevékenységét sem, mert hogy ugye annyira fontos a lengyeleknek, hogy a Benyovszky emlékév kapcsán a lengyel nagykövet is részt vett rendezvényeket és előadást tartott, és ugye tulajdonképpen a lengyel szabadságküzdelmeknek egyik origója a Nemesi Konfederációnak a tevékenykedése, amelynek ha nem is meghatározó, de mindenképpen jelentős katonai személyisége volt. Hát annyira így van, hogy Lengyelországban kvázi nemzeti hősnek tekintik egyébként. Tehát ha jobban is ismerik egyébként a lengyelek nálunk, tehát a magyaroknál jobban. Ha mondjuk ismerik. Ilyen lengyel névvel. Igen. Sokszor mi Madagaszkára jártunk, nem is egyszer, és ott sokszor, amikor rákérdeztünk, akkor persze lengyel volt, úgyhogy magyarázkodnunk kellett. Nyilván persze van a családjában lengyelák. Ami nagyon fontos, mégis szó esett az előbb róla, hogy ugye mi ez az üzenet? Tehát mi van még azért itt, még van-e még? És persze sokféle üzenete van, meg olvasata van az ő tevékenységének. De talán számomra az egyik legfontosabb, hogy ő a 15. Lajos megbízásával tulajdonképpen egy ilyen elődgyarmatosítóként kapta a megbízást, hogy Madagaszkáron, ugye ott az ottani civilizálatlan világot készítse elő majd a francia gyarmatosítók számára. És ő akkor nem volt hajlandó akkor jellemző erőszakos eszközeivel, tehát a korbáccsal és sok minden mással, hanem ő akkor rájött arra, hogy sokkal nagyobb eredményt ér el akkor, hogyha az ott lakókat, a benszületeket ráveszi és együtt csinálják. Érdekes üzenet ezt már a kivetíteni, hogy hogy van ez, tehát hogy mindenki ott, ahol van, ott segítsük persze a világ fejlettebb része, a fejletlenebbet nyilván segítheti így is, nem kell ahhoz ezt a dolgot onnan kimozdítani. És ez akkor ez egy annyira progresszív gondolat volt, hogy tulajdonképpen talán az egyik oka lehetett annak, hogy a 15. Lajossal megszűnt az a jó kapcsolat, mert nem volt hajlandó erőszak, nem volt hajlandó arra, hogy például a fogyatékos embereket tengerbe vélje, mert azokkal szokás volt, és az kellett volna, hanem ő humánosabb megoldásokat választott, és inkább segített nekik. Tehát, hogy az ő felfogása, ami egyébként tényleg a lényéből fakadt, mert ezt sehol nem tanulta. Ez tulajdonképpen máig is úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet. Egyébként az előbbi Vivát Benyovszky részletben pont erről volt szó, tehát ez egy nagyon izgalmas rész, de hát nem csak az a film készült, mert Cséke Zsolt filmrendező többször is ellátogatott Madagaszkárra, hogy megkeresse Benyovszky nyomait. Egyik utolsó látogatásán készült filmből nézzünk meg egy rövid részletet. Az egyik osztályteremben összegyűlt gyerekeknek polentolmácsolásával elmesélem az emlékoszlop és Benyovszky történetét. Mondandom közben előveszem az ajándékba hozott magyar zászlót, melynek színei megegyeznek a madagaszkárival. Majd a tanulóknak kiosztom a megmaradt Benyovszky matricákat. Ezen hazánk fia születési és halálozási éve mellett Malgasul egy Benyovszkytól származó mondat is szerepel, mely így hangzik: én egy régi magyar családból eredtem. Tibor, említetted, hogy különböző népek zenét
ha már Madagaszkárról volt szó, ugye tongasz nép van nagy részt. Milyen malgasz, vagy honnan szedted a malgasz zenéket? Tehát erre külön kutatásokat folytattál? Igen, igen, feltétlenül. Hát azért meg kell, hogy mondjam, ma az internet világában azért ez nem jelent problémát. Mennyivel izgalmasabb odautazni. Hát az, igen. Na már az utazásról beszélünk. Az egész történet a Benyőszky Musical megírásának az előzménye, hogy csináltam, alkottam egy szimfonikus megszólalású dalt, de az csak egy dal volt. Én nem tartottam Génémet Györggyel és csapatával, amikor, ha jól emlékszem, 2003-ban kimentetek Antananarivóba, a fővárosba, Madagaszkár fővárosába, és ott egy stúdióba bevitték ezt a felvételt, ahol az ottani leghíresebb folklor zenét játszó együttes felvétele folyt. Ezt az együttest úgy hívják, hogy Sami Tarika. És a Gyuri megmutatta nekik a zenét, és ott hagyta. Majd órákkal később, ha jól tudom, közben csak éppen a köztársasági elnökkel, meg a parlament elnökével folyt tárgyalás, és visszament a stúdióba, amikor is csodálkozva és örömmel hallotta, hogy szöveget írtak ehhez, és hozzájátszottak a szimfonikus zenéhez a saját hangszereiken. Úgyhogy ez a felvétel, ez egyébként nagy örömömre a afroázsiai slágerlistán 43 hétig volt listavezető. A Sami Tarika jó voltából, akik azért azt hozzá kell tennem, hogy mondjuk olyan híresek, mint itt nálunk a Kaláka Együttes és a Sebestyén Márta, kitűnő hangi adottságokkal rendelkeznek, és bécsi, illetve londoni kiadóval, és azok révén, de hát mégis így indult tulajdonképpen. Hát igazi világzenész lettél. Ez, igen, mi az lettem, igen. Madagaszkár. Ugye, ahogy a Cséke Zsolt filmjében is van tulajdonképpen, az egyik 1786-ban gyakorlatilag harcban esik el. Tehát a filmben ez is helyesen van meg, a Vivaldi Benyovszkiban, Benyovszky Móricz Madagaszkáron, és ott temetik el a keleti foknál, a Cape Eastnél. És állítólag ott van a sírja, de senki nem találja. Hát nekünk az első ténykérdésünk volt 2003-ban, amikor megalakult a társaság itt Budapesten, ilyen aszfalt civilekből, mert az életben nem jártunk még ilyen dzsungelbe, úgyhogy fel kellett készülnünk egy expedícióra. És az egyik célunk az volt persze, amellett, hogy ismerjék meg a malgasziak azt, hogy Benyőszky magyar volt, és tudjanak róla, azt, hogy hívítunk oda egy szobrok, Elek Anitának a szobrát, amelyeket nem porcelán szobor, hanem egy inkább ilyen stilizált, egy madarat ábrázolt, mint egy jelképező azt, hogy Benyőszky úgy repdesett itt a földrészek között, mint egy madár. Megjegyzem, a szobor eredeti a Fővárosi Állatkert Madagaszkári Házának a bejáratánál. Van, milyen másolatot vittük. Nos, persze, hát elkezdtük mi is keresni a sírját, mindenki keresi. De aztán végül letettünk róla, mert ez az észak-keleti része Madagaszkárnak ez egy egyik legviszontagság. Ott 7 évente bonszonok vannak, ott cunamik vannak, tehát a mocsár és a föld, a víz és a föld, az kibejárkál. Úgyhogy letettünk róla. Van, aki szlovákok keresik mindenféle műszerekkel, de én úgy gondolom, hogy nem sok esély van rá, inkább az emlékét ápoljuk, sokkal többet használunk vele. Ugye Gyuri az előbb azt mondta, hogy tulajdonképpen egy emberi, vagy emberarcú gyarmatosító volt, tehát igyekezett a korban megszokott meglehetősen brutális elemeket mellőzni Benyovszky Móricz a terület megszerzésében. Milyen levéltári
történettudományi adatok vannak. Tehát mit tudunk az ő tevékenységéről Madagaszkáron? Hát ez az a rész, amit mondtam, hogy a leggazdagabb tulajdonképpen a franciákkal folyamatos mérkőzés. Ezáltal a legnehezebben átlátható. Így van, és nagyon sok irat van hozzá. Tehát az Amerikai Egyesült Államokból, a NARA-ból, az állami levéltárból kb. 68 dokumentumot kaptunk, ezzel kimerült az amerikaiaknak, tehát nem hiszem, hogy onnan már el fog kerülni más. Szerintem Oroszországból se. Nyilván Bécs az más területet, inkább a családról vagy valamiről bármi még előjöhet. De a ténykedéséről, tehát az, ami Madagaszkáron volt, ott a gyarmatügyi minisztérium rendkívül bőséges jelentésekkel rendelkezik. Hát hivatali státuszban volt, tehát ott neki jelenteni kellett. Így van. És a másik pedig az, hogy valóban, hogy miért nem volt népszerű az ő gyarmatosítása, ha belegondolunk, akkor miről szól a gyarmatosítás? Valaminek a megszerzéséről, ami nem az enyém, annak a kirablásáról. Lehetett az ember, lehetett az emberi erő, lehetett az a nyersanyag kincs, amit éppen ott azon a földrészen, vagy azon a szigeten felfedeznek. Na most, hogyha én békét kötök a benszülöttekkel, akkor ezt nem tudom úgy, azon a módon megszereznem, mert akkor vagy fizetnem kell érte, vagy valami más mód. Tehát egyszerűen nem is értették a Benyovszkinak a módszereit, a gyarmatügyben sem, és nem is értettek vele egyet. Nem véletlen, hogy a szomszédos Mauritiusnak a kormányzója, ővele robbant ki egyébként a konfliktus, tehát ő az, aki megtámadta 1786-ban Benyovszkijékat, és amikor hát éppen kikötöttek, még nagyon tábort se tudtak igazából verni, megjelent ott a hajóival, elkezdi ágyúzni, és hát egy ágyú golyó tépte szét állítólag Benyovszkinak a testét. Már csak ezért is bizonytalan az, hogy mondjuk egy sír, lehet, hogy jelképesen akkor is sírba tették, vagy valami, de talán írások szerint egy ágyú golyó széttépte a testét. Tehát gyakorlatilag itt hivatali ellentétek azok, vagy metodikai különbözőség az, ami miatt gyakorlatilag vesznie kell, de hát azért előtte van még egy lépés, mert ugye előtte van az amerikai út, és előtte van az amerikai befektetőknek a megjelenése, egy másfajta gyarmatosítás, tehát gyakorlatilag ugye egy soft gyarmatosítás, az is az amerikaiak részéről. Ne próbáljuk szépíteni. Nem. Pénz. De igen, csak hogyha azt mondjuk, hogy 1789 azt mondom, hogy ezt meg se éri már a nagy francia forradalmat, az eszmény nyilvánvaló már hadhattak rá, meg a francia felvilágosodás mivel találkozott, hiszen Párizsból ott élt. 1776-ban Amerika már kivívja a függetlenségét. Túl vagyunk a függetlenség jelben. Az már a szabadságról, az a szabadság első állama. Azt ismeri szintén Benyovszki, és más a küldetés is. Tehát ott már ő nem gyarmatosítani, tehát nem a hagyományos gyarmatosító eszközökkel, ágyúval és kartáccsal megy oda a néphez, hanem az üzleti embereknek a leghatékonyabban, pénzzel. Igen. És ez is a francia gyarmatosításnál, azért mondom, hogy nem csak az eszközei, hanem nyilván az is, hogy ott Amerika megjelent, vagy Amerika képviselte valami. Mennyire él a Benyovszki hagyomány Amerikában, vagy mennyire ismerik egyáltalán? Mert ugye ő, amikor oda ment, gyakorlatilag ő harcolni ment. Tehát ő azért ment, hogy a katonai tapasztalatait felajánlja a kongresszusnak, George Washingtonnak, aztán végül is nem jutott el a harcig, mert az a lengyel tábornok, akivel ő kapcsolatban volt, mire odaért volna, addigra elesett a harcokban, viszont a kongresszus $1000 küldte oda, tehát igen komolyan finanszírozták az ő belső útját Amerikában. Ez az egyik küldetésünk, vagy feladatunk tényleg, hogy az amerikaiak jobban megismerjék. Nyilván a történészek között van, aki ezt a történetet, vagy sztorit ismeri, de a közvélemény nem. Én magam a Benyovszki kapcsán, vagy 3-4-szer jártam az Egyesült Államokban, elsősorban New Yorkban, tehát a New Jersey a legismertebb, vagy legnépesebb magyar családi központ, ahol nyilván nagyon érdekes a magyarokat azért. Amerikában 300 ezer magyar család élt, és ő számukra a Benyovszki Moritz az olyan, mint a többi magyar hős és szabadságharcos. Tehát ők ebben tudnak segíteni, de úgy gondolom, hogy nekünk itt van feladat, nekünk is, és állami feladat is van. Ezért tervezük azt, hogy a tavaszi útunkon nem csak a filmet és nem csak a zenét szeretnénk a musical bemutatni, hanem például egy szólat is szeretnénk felajánlani az amerikai kormánynak, hogy helyezzük-e valahol méltó helyen. Akár mondjuk például a
New York-i Library-be, a központi könyvtár, ott van néhány értékes magyar vonatkozású alkotás, mondjuk Munkács Mihály, ott van a Milton festmény, de ott van a szobra is, meg más is, tehát úgy van méltó helye lenne, vagy Washingtonban, vagy New Yorkban egy Benyőszki szobor, és erősíteni azt, amit kérdeztél, hogy ismerjük meg jobban, becsüljük meg jobban az amerikaiak a mi magyar Benyovszkinkat. Igen, hát ha végül is körülnézünk, akkor nagyon sok nemzetnek volt a hőse egyszerre, és ugye folyamatosan elő-elő szedjük a zenét, de azért most már annyit beszéltünk róla, hogy mutassunk is valamit. Jó. Ugye én elmondtam, hogy már 1800-ban született egy opera a Benyovszkiról, és egyéb irodalmi zenés művek is születtek. Az emlékév kapcsán azonban egy vadonatúj musical is készül, zeneszerzője itt ül velünk, amelyet Posgai Zsolt rendez, most hallgassuk meg az ő gondolatait a készülő műről. Egy ilyen musicalnél általában az szokott lenni a probléma, hogy át akarja fogni az egész életpályát. Ez nem mindig sikerül. Mi azt választottuk, hogy egy kamcsatkai fogolylázadás során támad szökése után egy elrabolt hajóval megpróbálnak valahogy hazajönni Európába, és útba ejtenek olyan egzotikus, érdekes helyszíneket, amely után elérkeznek végül is Madagaszkárra, ami Benyovszki életében a záró tétel, hiszen ott királyá választották, és ott lelte a halálát is egy merénylet által. Tehát ezt a menekülést, a megszabadulást és a megérkezés örömét, aztán ennek a tragédiáját próbáltuk meg egybefolyni. Ebben van egy szerelmes kislány, aki szerelmes a Benyovszkiba és végigköveti, de nem lehet soha ő, mert Benyovszki meg a feleségébe szerelmes, és akkor olyan fajta dolgok ütköznek, szabadságvágy, szerelem, barátság, értékvállalás, mint bármelyikünk életében. Nagy Tibor zeneszerző egy olyan világokat fogott át, mint például Tajvan szigete akkor, vagy India, vagy az a madagaszkári, vagy az orosz táncok. Nagyon sokféle zenét, világzenét írt, ami szinte végigvisz minket a különböző korokon és kultúrákon. A mai világban szükség van ilyenfajta hősök felmutatására. Hát amíg, hát a Nyitányból hallottunk részleteket, zseniális, lenyűgöző volt, nagyon tetszett. Köszönöm. Mindannyian mosolyogva hallgattuk. Amerikába is el akarjátok vinni, Broadway kompatibilis lesz? Merjünk nagyot álmodni. Erről én beszélhetek, és már elsőként most itt a televízió nézők előtt, hogy igen, tárgyalunk Broadway-ja. Nyilván ez nem úgy megy, hogy holnap ez után... Ez komoly? Igen. Mégpedig a La Mamma színháztól az egyik legjelentősebb Broadway színház. És már elkezdődtek a tárgyalások, akkor másnap egy adásban szeretnénk ott bemutatni, hogy tényleg megismerje az amerikai és a New York-i közvélemény ezt a darabot, ami nekik is szól, értük is szól. 2 percünk van, úgyhogy most már pörgetnünk kell, de Tibor, azt már elmondtad, hogy milyen gondolatok és milyen inspirációk szülték ezt a zenét, vagy hatottak a zenének az alkotására, de mennyire volt nehéz ez a folyamat? Hát, vagy mennyire jött magától, mert a maga a zen, amit hallottunk, az árad, az gyönyörű. Azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi zeneszerzői pályám égköve. 8 év alkotó munka eredménye, nagyon sok gyűjtő munka, különböző zenei stílusok, ahogy mondottam, és csak azt tudom mondani, hogy méltó akartam lenni a zenémmel, Benyovszki Móric szellemiségéhez és Jókai szellemiségéhez. Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek,
Azt gondolom, hogy ebben az esetben nincsenek nagy szavak, tehát vannak gondolatok, amiket el kell mondani. Én úgy gondolom, hogy ezt csak alá tudom támasztani, tehát valamennyien, akik foglalkozunk Benyőszky emlékép kapcsán, és nem csak itt, hanem az országban más, és a világon mindenhol, mert nagyon sok kapcsolatunk van, nagyon sok önkéntes van, sok pártfogónk, segítőnk van, akik fontosnak tartják ezt az ügyet, és én szeretném is megköszönni nekik ezúttal itt a televízió kamerája előtt, hogy jó ügyet szolgálunk, és ha bármiben tudunk segíteni, hogy ez a megemlékezés legyen méltó, akkor keresenek bennünket. Azért ezt az emlékérmét, amit forgatsz a kezedben, azt légy szíves, mutasd meg. Szerintem a kollégák meg tudják oldani, hogy megmutassuk. És közben viszont Csabától azt kérem, itt van egy történész. Mit mondhat el egy történész összefoglalásképpen Benyovszky Móriczról? Hova helyezhetjük őt a magyar történelemben? A magyar történelem nagyjai között hol foglal helyet ez az ember? Ez a királynak kikiáltott, bár nem király volt, kalandornak, de hát akkoriban minden utazó kalandor volt. Ez a kirúgott nemes, aztán gróffá előléptetett báró sarjadék, ugye az édesanyja báró volt. Ki igazán Benyovszky Móricz? És ez a végszó. Szerintem egy korszakalkotó zseni. Tehát zseniális emberről van szó mindenképpen. 46 éves, amikor meghal. 46 évesen valakinek egy élet nem fér bele ennyi minden, amit ő el tudott érni, úgy gondolom. És ehhez kellett az ő felkészültsége, tudása, mert ez mind-mind tudás is volt mögötte, hajót tudott vezetni a Kárpát-medencéből. Katona volt, katonai képzettsége volt, diplomata volt. Tehát egy tudással, mély tudással rendelkező és mély humánummal rendelkező ember. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sok sikert a még hátralévő évhez. Legyen Broadway-on. Köszönöm szépen. És remélem, hogy a nézők sok mindent megtudhattak Benyovszky Móriczról. Többet, mint amit a filmben mutatott, de az is eléggé rendben volt azért annak idején. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük ti is. Köszönjük. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on. Fenntarthatóság, értékpolitika, családközpontú kormányzás. Az Ez itt a kérdés következő adásában a demográfia kihívásairól lesz szó a 21. században. Beszélünk többek között a budapesti demográfiai csúcs eredményeiről és a magyar családpolitika modern nemzetközi megítéléséről, de az is kiderül, hogyan védik a családok a környezetet azzal, hogy gyermeket vállalnak. Munkatársaim nevében is megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!